és a kínos csendet a dizőz törte meg, intett a zenekarnak, odalépett a mikrofonokhoz, és mondta, hogy mikrofonpróba 1-2-3, kedves közönsége. Én önt várni fogom egy pálya udvaron, egy füstös étterem lesz a székhelyem. Itt ön miatt időz, egy aranyruhás dizőz, s hallgatja énekét egy szél sodorta nép. Én távol lévőn szívszoromba kérem, karkitárva itten állok térdem, hozó vonatját seregelve várjuk, hívőn hisszük irányunkba szágult álom mozdonyán. Egy álom mozdonyom ön felén tart, tudom, s a félreállított áltókon átrobog, és mondhat bárki mást a nagy találkozást. Megérjük még, tudom, a pálya udvaron, a pálya udvaron, hol mindenki rokon, hol nincsen semmi más, csak egy nagy várakozás. Itt mindnyájunknak ugyanaz hiányzik, egy távol lévőt hiányolunk váltik, hozó vonatját seregelve várjuk, hívén hisszük irányunkba szágult álom mozdonyán. Én önt várni fogom a pálya udvaron, itt ön miatt időz, az aranyruhás dizőz. Az étteremben, amikor belépett Ecsédi, és látta, hogy a barátja egy asztal tetején áll, és odarohant hozzá, és mondta, hogy Vizi, megvagy, jaj, de jó, hogy megvagy, gyere, gyere, tudom, hogy tudod, gyere, mondjad, hogyan, hová, merre, tudom, hogy tudod, gyere, Miklós, gyere, gyere, gyere.